A házasság hete több mint két évtizedes hagyomány. Valentin nap környékén a világ számos országában megünneplik. Az egyhetes programsorozata a Biblia tanítása szerinti házasság és család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Magyarországon 2008 óta rendezik meg az eseményt, keresztény egyházak és civil szervezetek együttműködésével. Egerben a hat gyülekezetből álló keresztények Egerért összefogás már harmadik alkalommal tartja a programsorozatot. Idén február 13 és 18-a között várják az érdeklődőket. A házasságot nagyon fontosnak tartjuk. Mind egyéni, mind pedig társadalmi szempontból. És hisszük azt, hogy ha a házasságok rendben vannak, ha a házasságok jól működnek, akkor ennek egyéni, családi, közösségi hatásai is megnyilvánulnak. És éppen ezért várunk mindenkit, hiszen a házasság mindenkit érint. A hétköznapesti ingyenes előadásokat és pódiumbeszélgetést fél hat után tartják a Városházán, ahol többek között a kölcsönös gondoskodásról, a hűségről és a házastársi viszony megújulásáról beszélgetnek majd. A házasság hete a keresztények Egerért összefogás számára mindig egy kiemelt közös szervezési időszak. Nagy szeretettel és nagy örömmel készülünk erre, és lelkesen tényleg várjuk azt, hogy minél többen jöjjenek el. Megnyílt a Városháza előttünk, ez lesz hétfőtől péntekig a rendezvényhely, és nagyon tartalmas olyan előadásokkal készülünk, amelyek segítenek a házasságot jó alapokra helyezni, segítenek annak a megújulásában. Jövő szombaton a rendezvénysorozat zárásaként páros vacsora estet tartanak majd a Leányka Bisztróban, ahol a vendégeket meglepetéssel várják. A programokról és a regisztrációról bővebben a Keresztények Egerért közösségi oldalon olvashatnak.